Szerdán az oktatást felügyelő belügyminisztérium közleményéből derült ki, hogy újabb tanárokat rúgtak ki polgári engedetlenség miatt. A budapesti Eötvös József gimnáziumból egy matek tanárt. A Pinida tanárnő nagyon jó, mint tanár, mint ember. Másfél éve dolgozott itt az Eötvösnél, és képesek voltak ezt tenni vele, tehát ezt szerintem elég sokat mutat a helyzetről. És egyébként pedig szerintem az egyik legjobb tanárunk, tehát tényleg abszolút hiányozni fog mind az Eötvös közösségéből, mind ember, mind tanár. Megint ott tartunk, hogy van a rendszer, és van a rendszer ellensége, és a rendszer elnyomja azt, akit az ellenségének tekint, és hogy ez nem probléma megoldás. Szerdán összesen 8 tanár kirúgását jelentette be a belügyminisztérium 3 különböző budapesti gimnáziumból. Emiatt szerda este több ezeren tüntettek a belügyminisztérium épülete előtt. Éjszaka pedig diákok virrasztottak az épületnél. Csütörtökön is folytatódtak a tiltakozások, több mint 50 gimnázium, több 100 tanára polgári engedetlenkedett, és nagyon sok helyen a diákok ülő sztrájkkal tiltakoztak. 30 tanár engedetlenkedik, meg van, aki még sztrájkol is, 28, és mi diákok pedig 3 órán keresztül ülő sztrájkoltunk a folyosókon. Minnyáján bementünk az első órára, az szerintem nagyon sok embernek meg volt tartva, vagy relatíve soknak. Utána pedig ülő sztrájkot szerveztünk. A diákok a folyosón ülnek, kihoztak kanapékat a termekből, székeket, plédeken ülnek, társasoznak, beszélgetnek, zenélnek. Mindent csinálunk, csak azt, amit csinálnunk kéne, és ezt pontosan azért tesszük, mert itt szerintem, és eléggé sokak szerint a legnagyobb probléma, az ott kezdődik, hogy a kormány és a vezetés és a belügyminisztérium és a tankerület azt mondja, hogy a tanárok azért bűnösek, és azért nem csinálhatják, amit csinálnak, nem ellenkezhetnek, nem engedetlenkedhetnek, mert az a mi jogainkat sértik. És ezt szeretnénk megmutatni, hogy azt majd mi eldöntjük magunknak, hogy zokon vesszük azt, amit a tanárok csinálnak, vagy nem, és nagyon nem. Vannak tanárok, akik megtartják az órákat? Vannak, de a legtöbben csak beszélgetnek, meg volt nekem is olyan tanárom, ki bejött az órára, de az volt kikiáltva, hogy akkor beszélgetünk, meg menjünk, ahova szeretnénk. Rengeteg tanárt viszel az érzelme magával egyébként ilyenkor. Tehát egyszerűen ez az a helyzet, amikor egy tanár nem képes azt megcsinálni, hogy bejön faarccal egy órára, és nem beszél semmit a helyzetről, és úgy tesz, mintha minden rendben lenne. Akkor ebből nincsen ilyen nézeteltérés, hogy esetleg aki megtartja az óráit és nem vesz részt a polgári engedetlenségben vagy a sztrájkban, arra nem néznek rossz szemmel, vagy nem néztek rossz szemmel? Abszolút nem, mert tudjuk, hogy ez azért egy kockázatos dolog, és bőven nem engedheti meg magának mindenki, hogy engedetlenkedjen, mert azért elég komoly retorziók vannak nyilván. Igen, ugye nyilván anyagi vonzata is van bőven, és látjuk, hogy több tanár veszít el emiatt az állását, úgyhogy nem tudunk haragudni arra. Nyilván nagyon örülnének, hogyha minél több tanár állna bele ebbe az egészbe, de nem lehet arra az emberre haragudni, aki ezt nem teszi meg. A mi tanári karunkban most azt hiszem, hogy talán február óta most a legtöbben álltak bele a polgári engedetlenségbe, és remélem, hogy ez minél több iskolára kiterjed, és minél több és több tanár tud beleállni ebbe, mert szerintem akkor lesz igazán eredménye ennek, hogyha tényleg több tanár hosszasan bele mer állni a polgári engedetlenségben. Nagyon-nagyon értékelik, nagyon-nagyon meghatódva jönnek oda hozzánk, és megköszönik, hogy kiállunk értük, és hogy ezt megtesszük értük. A felháborodás és a düh az összekovácsolja a közösségünket még inkább, mint azelőtt.